Petőfi Sándor versein és megzenésített költeményein keresztül énekkel, zenével, tánccal idézték fel a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit topolyán. Itt határon túli magyaroknak még fontosabb az, hogy megmaradjunk, megőrizzük ünnepeinket, ezeket méltóképpen megünnepeljük, és ezt közvetítsük ugye az embereknek, hogy fontos másként megélni ezeket a napokat, mint az egyéb napokat, a hétköznapokat. A március 15-i eseményekről és Petőfi Sándor költő történelemben betöltött szerepéről tartott beszámolót Tomik Nimród, történész, a Topolyai Községi Képviselőtestület elnök helyettese. Március 15-ével kapcsolatban tehát megkerülhetetlen Petőfinek a neve, hiszen ő volt az, aki gyújtóhangú beszédeket tartott. Az ő hozzá fűződik a 12 pontnak a kinyomtatása, valamint a nemzeti dalnak is. És márciusi ifjak is azután lettek, miután kijöttek a Lederer féle nyomdából. A 48-as hősök összekapaszkodásának példáját kell követnünk, nekünk is, mondta ünnepi beszédében dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, parlamenti lista vezetője. A topolyaiak méltó módon ünneplik meg 1848-49-es szabadságharc kitörésének az évfordulóját, nemzeti ünnepünket, tele van a színházterem, és ez is szemlélteti azt, ami a március 15-ének a legnagyobb üzenete, az pedig az, hogy együtt erő vagyunk, és csak együtt vagyunk erő. A Szabadság oltalmára című előadás Hajvert Ákos és Molnár Krekics Olga versmondók, a Cirkalom táncegyüttes, a Csalóka és az Óbecsei Fokos zenekar közreműködésével jött létre a Petőfi emlékév jegyében.